Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Szeretett testvéreim, mai napon, vasárnapon kicsit úgy érezhetjük, hogy Jézus igen elég erőteljes mondatokat mond a számunkra. Mindaz, aki közületek nem mond le arról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Egyáltalán nem szimpatikus dolgokról hallunk a mai vasárnapon Jézustól: gyűlölni a szülőket, gyűlölni a testvéreket, saját magunkat, szántan lemondást vállalni. Természetesen lehet azt mondani, hogy a fordítás, a Szentírás fordítása miatt használ a szerző ilyen kemény szavakat, vagy lehet azzal is érvelni, hogy a keleti ember gondolkodása volt ilyen szélsőséges. De ha kicsit jobban belegondolunk, ha az ember valamire igent mond, akkor kimondatlanul is, de sok minden másra egyúttal nemet is mond. És igen, ebben az értelemben Jézus megkívánja tőlünk a szélsőséges állásfoglalást. Hiszen amikor az ő követésére szánjuk el magunkat, akkor azt kívánja meg tőlünk Jézus, hogy a végletekig sok mindenre nemet mondva őt kövessük. Ezzel a kizárólagossággal van értelme Krisztus követésünknek, és így lesz egész keresztény életünk, mondhatjuk azt, hogy hiteles. Legyen ez a mi feladatunk is. Mondjunk életünk minden olyan tényezőjére nemet, ami akadályoz bennünket a Krisztushoz való tartozásunkban, és ezzel a jó értelemben vett szélsőséggel tegyünk tanúságot Krisztus követésünkről. Amen.